Tehát a világ idei legjobb jával nyertél. Mennyire vagy így elégedett ezzel? Igen? Ebben biztos vagy? 4-30. Ja jó, akkor nagyon örülök neki. Akkor nagyon örülök neki, mert amúgy egy jó időt szerettem volna úszni, de nem tudtam, hogy mi pontosan a legjobb idő idén. Úgyhogy így az én célom az az volt, hogy 35 alatt úszak, az nekem már így tök jó biztatom idő lett volna, úgyhogy nagyon örülök neki. Kiből gratulálok életed első felnőtt világversenyén egy elbiezüst érem. Ha összekéne foglalnod ezt a napot, akkor mit mondanál róla? Hát álmomban sem gondoltam volna. Már délelőtt is nagyon jól úsztam, hát ugye átszintet sikerült úsznom. Ez volt a célom, nagyjából 2 éve készültem arra az időre. És most, hogy délután még jobbat tudtam úszni, ez egy hatalmas öröm számomra. Az pedig egy ilyen, már nem tudnám hova fokozni, mekkora öröm, hogy az első felnőtt Európa-bajnokságomon ezüstérmet nyertem. Hogy érezted itt úszás közben, hogy még a merúszás előtt azt hiszem valahol a 7. hely környéken volt, és onnan jött teljes erőbedobással fel. Mikor érezted, hogy ez bejöhet egy akár ezüstérmes helyre? Az az igazság, hogy nekem a táv első fele mindig egy kicsit lassabb a többiekhez képest. Mellett tudok viszonylag jól jönni. És amikor megfordultunk az utolsó 50-re, és ott volt mellettem az olasz Ilaria Cusinato, akkor így mondom, én most megverem őt. Én ezt eldöntöttem magamban, mindent kiadtam magamból, és nem, a másik oldalt nem láttam, mert nem arra vettem a levegőt, de amikor beértem, csak azt láttam, hogy első 3, mondom, akkor bronzérem, de jó, és megnéztem még jobban, és mondom, ezüstérmes vagyok holtversenyben, hatalmas öröm, tényleg.